Sziasztok, Kömke vagyok. Ez pedig egy újabb Mono podcast adás lesz. Szokás szerint úton vagyok, forgalom, zaja és egyebek beleszűrődhetnek az adásba, illetve ha kicsit debilnek hallatszódik a mondani valóm, az azért van, mert közben a vezetésre is figyelnem kell, amíg nem lesznek teljesen önvezető autók. A mai podcast témája az a felújítási terv. Mit is tartalmaz a felújítási terv? Miért kell, vagy miért ajánlott, miben különbözik a többi tervtől. Nagyon sok ház szemlénél azt írom bele a végén konklúzióként az állapotfelmérésbe. Az állapotfelmérés a meglévő állapotnak a rögzítése, vannak felújítási és korszerűsítési javaslatok, energetikai javaslatok összesítve, és bizonyos fok után egyszerűen odaírom a legvégére, hogy javasolt felújítási tervet készíteni, mivel annyira komplex a felújítása az épületnek, hogy valakinek ezt át kell látnia, át kell dolgoznia, tehát nem. Az állapotfelmérésben én leírom például, hogy a padlót milyen rétegrenddel kell felújítani, leírom, hogy a homlokzatra mennyi hőszigetelés javasolt, vagy a födémnek a rétegrendje hogy néz ki, vagy egy tetőtérbe építésnél hogy néznek ki rétegrendek. Tehát az alapinfók azok megvannak. Ez alapján is igazából meg lehetne csinálni, de nincs egy összefogott, átgondolt kép az egészről, és ami nagyon-nagyon fontos inkább magánszemélyek részére, hogy a felújítási terv, nálam legalábbis, tartalmaz egy árazatlan költségvetési kiírást, tételeset, amit ki lehet küldeni különböző kivitelezőknek, és így mindenki ugyanazt a műszaki tartalmat, ugyanazt a mennyiséget árazza be. Természetesen lehet vitatkozni a mennyiségekkel meg egyebekkel, mert én is tévedhetek, előfordulhat változás terv közben, de ha ott van, hogy mondjuk a gipszkarton falazást azt 5500 forintért csinálja négyzetméterenként, akkor értelemszerűen, és ki van írva mondjuk 40 négyzetméter, és abból 50 lesz, akkor értelemszerűen a plusz 10 négyzetmétert azt ezzel az árral ki lehet számolni. Vagy ha kevesebb lesz, akkor ugyanez. Tehát ez a tételes költségvetési kiírásnak a lényege. És ami még nagyon fontos, hogy az összesítő lapján ott szerepel egy pár mondat, majd ezekre mindjárt még kitérünk részletesen, csak most elhadarom. Először is az összes közművet a megrendelő biztosítja. Tehát a víz, ez már mit úgy értendő a közművek, hogy annak a díját. Tehát a vizet, a villanyt, gázt, mindent. Azt a megrendelő biztosítja. Következő ilyen tétel, hogy hát azért illik valami vécézési lehetőséget biztosítani a vállalkozónak. Ez lehet egy toj-toj, aminek van elég húzós havi bérleti díja, vagy hát meg lehet oldani házon belül addig sakkozgatni ott a meglévő vizes blokkokkal, amíg lehet azt használni. A harmadik ilyen tényező, hogy a felújítás, illetve maga a munkálatok, azok a felújítási tervek alapján történnek, és tervezői művezetés keretében. Ez azért nagyon fontos, mert ez letisztáz egy erőviszonyt. Ugyanis a csúcson, értelemszerűen a megrendelő van a piramis csúcsán, mert ő adja a pénzt, ő rendeli meg a dolgokat, ő kér változtatásokat, egyebeket. Alatta van a tervező, a tervezői művezető, ő fogja össze az egészet, ő is felel érte, és amit a tervező mond, annak úgy kell lennie, mármint normális tervezőnél. Most bocsánat, hogy ezt mondom, én most saját magamról fogok beszélni. Jöhet a vállalkozó azzal, hogy ő máshogy szeretné megcsinálni az adott dolgot, ha az műszakilag egyenértékű, akkor csak egyeztetés kérdése az egész dolog, hogy mapej helyett más anyagot használ, stb. Stb. De annak például, hogy én gipszkarton falazatot írok ki egy tetőtérbe építésnél, és a vállalkozó ezt itongra akarja cserélni, azt nem fogom megengedni, ugyanis a gipszkarton falnak valószínűleg födém terhelési dolgai vannak. Lehet azzal jönni, azzal a közhiedelemmel, hogy hát az itong az könnyű, lófaszt az, tehát nem könnyű falazat. Ha ráteszed vonalmenti terheléssel egy födémre, ami nem erre van méretezve, nem fogja megköszönni. És sorolhatnék még hasonlókat. A vállalkozó az mindig általában
mindig az adott munka részt nézi, egyel esetleg előre gondolkodva anyagbeszerzés egyebek terén, a tervező pedig komplexen látja át az egészet. Elmondtam már egy korábbi podcastben, kimentek az ácsok, fölrakták a tetőszerkezetet, direkt kértem az ácstól, hogy figyelj baszki, hazajössz nyaralásból, mielőtt neki álltok építeni a szerkezetet, szóljál, kimegyek és átbeszéljük az alapelveket. Nem, ők fölrakták a tetőszerkezetet, az alapelv az az volt, hatóság kérte, hogy a földszinti ablakok fölött tengelyben legyenek a tetősi ablakok. Hát nem úgy sikerült a tetőkiosztás, úgyhogy szétszedettem velük a tetőszerkezetet, lehetett újra csinálni emiatt. Ezek rajzilag rajta vannak a terven, mert látszódik, hogy egymás fölött vannak a homlokzati terven a nyílászárók, de ezeket azért elég szabadosan kezelik a kivitelezők, hogy hova esnek. Ezért hát ő úgy gondolta, hogy más honnan indítja a szarufa kiosztást, és így neki egyszerű volt, hát a vége az nem lett egyszerű. Tehát ezért van a piramis csúcsán a megrendelő, a pénzzel, az igényekkel, alatta a tervező, tervezői művezetéssel, az átláthatóság, vagy az átlátásával az egész projektre vonatkozóan, és ami nagyon fontos, hogy a vétójogával. Ugyanis a kivitelezők, azok lyukat beszélnek az ember hasába, a háttérbe természetesen elhordják mindenféle idiótának a tervezőt, meg mindenféle hozzámértőnek, meg mi így szoktuk. Mindig megy ez a egymás hátba döfködése és megfúrása, meg lebeszélése, és ha nem elég karakán a megrendelő, akkor bizony egy kivitelező a sok évtizedes rutinjával lazájukat beszél a hasába. És ha én nem tudok róla, hogy változtatás történt, akkor két fél között ott leszek hülyén, mert nem tudtam arról, hogy miért változott meg, ezért nem tudom megvétózni az esetlegesen szarul végzett dolgot. Ha meg elmondom, hogy miért szar, és visszabontatom, akkor a kivitelező már jogosan hivatkozik arra, hogy neki ez plusz munka, mert hogy a megrendelővel ezt leegyeztette. Tehát nagyon fontos, hogy minden változás a tervezőn keresztül folyik át, neki kell jóvá hagynia, tehát a megrendelő hülyeségére is vétójoga van, meg a kivitelező hülyeségeire is vétójoga van. És ezt az elején le kell tisztázni. Volt nagyon sok olyan építkezésem, ahol a kivitelező ezt a rangsort fölrúgta egyszerűen, és eljutottak egy olyan idézélesen baráti szintre a megrendelővel, hogy engem, mint tervezőt gyakorlatilag kizártak az információ áramlásból. Emiatt olyan kompromisszumok születtek a végén, amit aztán persze a megrendelő nem igazán szívesen tett zsebre, de akkor már nem lehetett vele mit kezdeni. Tehát egy kicsit a falak arrébb kerültek, kicsit más kémény került be, egy kicsit más fűtőberendezés, és akkor mindenből elcsipegettünk egy picit, meg nem lett összefésülve az egész, és a vége, hát az egy ízetlen kalács lett. És nem ez volt a kiinduló állapot, tehát ez a legszomorúbb az egészben. Visszatérve a költségvetésre, a költségvetésnek az a sora, hogy a felújítási terv alapján, tervezői művezetéssel, következő sora az az, hogy tételes elszámolás történik a ténylegesen elvégzett munkák alapján. De ezt csak akkor tudod megkövetelni, ha nem egy sajtcetlit kapsz, amire le van írva, hogy szobafelújítás ennyi. Nem. Annak van 15-20 tétele, hogy ajzat, beton, vízszigetelés, stb. Csak akkor tudod megkövetelni, és csak akkor fizetünk, ha ezek a szakaszok elkészültek. Ez a megrendelő érdekeit védi. Mi a különbség a felújítási terv és a építési engedély vagy egyszerű bejelentés között? A felújítási terv az nem kerül be hatósághoz, mert nem kell. Felújítás alatt azt kell érteni, amiben nem bővül a, úgy mondom, hogy a földszinti alapterület, tehát a térképi vetülete az épületnek. Tehát beletartozhat nyílászáró csere is, új nyílások nyitása, minden, ezek már évek óta nem engedélykötelesek, akár egyébként egy tetőcsere is, de ha már megmagasítjuk a tetőt egy tértfallal, akkor az már viszont bejelentés köteles, tehát ott már hatóság felé is kell terveket csinálni. Mindez azért fontos, mert egy felújítási terv teljesen más léptékben készül, mint amit benyújtásra kell, és teljesen más részei vannak. Egy felújítási terv egyébként több mindent tartalmaz, mint egy egyszerű bejelentési terv, viszont mivel hogy más, ezért nem lehet egy-egyben beadni hatósági engedélyezésre, mert más a lépték, más dolgokat kell pluszba ráírogatni, ami a hatósági előírás.
Tehát ha bármi ok folytán beadásra kerül, mert mondjuk úgy gondolják, hogy hát hozzá kéne csapni egy szobát az egészhez, akkor a felújítási terv, annak a költsége, gén felül lesz még egy egyszerű bejelentés költsége is, mert bár felhasználható a felújítási terv sok mindenben, tehát sok dologban, de akkor is van vele sok-sok-sok plusz munka ahhoz, hogy abból egyszerű bejelentés, tehát hatósági benyújtásra képes terv szülessen. Mit tartalmaz egy felújítási terv? Első körben mindenképpen a meglévő állapotnak a felmérését, A-tól Z-ig, tehát ez alaprajzok szintenként sok metszet, homlokzatok, terep, tehát hogy milyenek a terepviszonyok, stb. Egy az 50-es léptékben, tehát ez egy elég nagy méretű és elég részletes terv, amiben bele vannak rajzolva a meglévő szaniterek, stb. Ez a kiinduló állapotunk. Úgy szokott történni, hogy amikor én elindulok felmérni, akkor elküldök egy tervezői kérdéslistát. Erről van egy podcastem már, akit érdekel, vissza tudja hallgatni. Ez egy elég részletes kérdéslista, ezen végig kell menni. Családon belül ezeket átbeszélni, hogy milyen szaniterek, hány fürdőszoba, stb. Akit érdekel, mondom, hallgassa vissza. Utána a felmérési terv miután megvan rajzolva, és megvan a kérdéslista, le lehet ülni, átbeszélni az egészet, az igényeket ott a helyszínen, és akkor tervező az mondhatja, hogy hát ez az igény ez nem fér bele, mert mondjuk tartófalat kellene mozgatni, ami XY pénzbe kerül, aztán a megrendelő eldönti, hogy neki ez megérne annyit, vagy nem. Amikor így az igényegyeztetés megtörténik, akkor neki áll a tervező vázlatolgatni, csinál egy pár vázlatot, összefésül értelemszerűen az igényeket a meglévő állapottal, illetve átalakításokkal. Ezek sorozatos, tehát vázlatolgatás, egyeztetés. És amikor kimondásra kerül a végső ámen, hogy igen, ezt akarjuk, akkor kezdődik el a tényleges tervezési munka, ugyanis kiviteli teljes szinten feldolgozásra kerül a vázlatterv. Ahol már hőszigetelések, új nyílászárók, rétegrendek, tehát padlófelújítás rétegrendek, új szaniterek, minden rákerül a tervekre. Itt már nem csak alaprajzok vannak, hanem falazási tervek, tehát hogy a nyílásokat hogy kell kialakítani, csomóponti rajzok vannak, áthidalókról, ablakbeépítésekről, stb. Van energetikai számítás helységenként, milyen fűtéssel, hogyan jövünk ki. Be vannak rajzolva a szaniterek, tehát abból igazából egy normális gépész alapszerelés, tehát a vizet meg a szennyvizet azt lazán ki tudja építeni. Fűtési rendszer az egy érdekes dolog. Ezelőtt a podcast előtt kerül ki egy olyan podcastem, szintén monoadás, amiben arról elmélkedem, hogy érdemes a családi ház szinten gépészeti tervet csináltatni, tehát fűtésterv, vízterv, hasonlók. Aki még nem hallgatta végig, annak spoiler nem, de meg lehet hallgatni ezt is részletesen, hogy miért nem. Én, ami felújítási terveket végzek, nekem ez a fűtési rendszer tervezése, ez benne van a történetben, de nem úgy, hogy csiga vonalakat rajzolok, mint egy gépész meg egyebek, hanem le van írva, hogy gyerekek, 10-es osztással, 20-as csővel, padlófűtés. Hány kör van? Igazából az irányelvek vannak megszabva a gépésznek, hol történik a vezérlés, stb. Az irányelvek meg vannak adva a gépésznek, az alapján tényleg egy normális gépész meg tudja csinálni a dolgokat. Mennyezetfűtés esetén ott egy kicsit más a helyzet, mert ott kell panelkiosztást csinálni, ami alapján meg van rendelve a panel, viszont a panelkiosztást csak akkor lehet megcsinálni, amikor már eldőlt, hogy tehát elkészült a gipszkartonvász szerkezet, a villanyszerelő már beállt a lámpakiállásokkal, egyebekkel, mert ezt előre papíron, csak így nagyon nagyjából, hogy be lehessen árazni négyzetméterre, lehet megbecsülni. Számtalan esetben volt az, hogy az, amit én megrajzoltam tényleg körről körre, meg panelek, meg minden, az felborult. Mert menet közben egy 10 centivel arrébb került egy fal, most például az egyik háznál 62 centivel arrébb került a fal, ami négy helységbe borította fel a teljes mennyezetfűtési dolgokat. A gipszkartonos nem feltétlenül úgy osztotta ki a bordákat, ahogy a gépésznek optimális lenne. Családi ház szinten ezeket össze kell hangolnia valakinek, akinek van rálátása az egészre. És szintén itt lép életbe az, hogy legyen rálátása a fűtésre, a villanyszerelésre, mindenre, azáltal, hogy meg van tervezve. Bocsánat, hogy ezt mondom, de ezt egy mezei építtető nem fogja tudni összehangolni.
mert teljes képtelenség. Tehát egyrésztről nagyon sokféle utánajárást igényelne, tehát szakmailag is, energetikában, meg mindenben, ami hát azért a mezei építetőknél nem áll rendelkezésre, még a töredéke sem. Sajnos azt kell mondani, hogy egyébként, hogy az építészek nagy részénél sem, és most nem a építés szakmát degradálom, bár úgyis úgy fogják venni, úgyhogy előre köszönöm az anyázós kommenteket. Családi ház szinten az, hogy te megterveztesd a gépészetet külön, a esetleges szellőztető rendszert külön, a villanyt külön, az építészetet, a statikát, hát gyerekek, és ezt az öt szakágat összehangolni, ez egy kurva sok milliós tétel, maga a tervezés, meg egy ős káosz, mert az, hogyha egy valaki módosít valamit, annak mind a másik, mind a többinek át kell vezetnie a saját rajzára. És nem szabad azt elvárni egyik tervezőtől sem, hogy ezek a módosítások, pláne ha így szét van darabolva, ezek ingyen történnek. Ugyanis ez, minden ilyen módosítás, az lehet, hogy csak egy fél óra, vagy lehet, hogy csak egy óra, de ezek plusz munkák, amit ki kell fizetni. Én azt szoktam mondani, hogy nálam ezek egy kézbe vannak. Nálam is a módosítgatások, meg a többi az pénzbe kerül, de nem az van, hogy átrajzolja a 4-5-ből 2, és a harmadik meg megvétózza. Mert mondjuk a statikus a végén megvétózza azt, hogy hát baszki, nem lehet a strangot oda vinni, mert nekem ott van egy födémgerendám. És előtte már a gépész is átrajzolta a sajátját, meg a villanyszerelő is. Tehát itt is a rangsor egyáltalán nem mindegy, hogy ki hogy szól hozzá, meg egyáltalán hogy ér rá egyáltalán belekotyogni. Nem csodálom azt, hogy családi ház szinten a felújítási terveket, azokat azért az emberek nem szokták megcsináltatni, mert akkor meghallják az árat, akkor szívükhöz kapnak, és nem, meg tudom érteni. De, mint elmondtam, hallgassátok végig azt, hogy miért nem érdemes gépészeti tervet és elektromos tervet csináltatni a házra. Mindjárt kivettünk a tételből ilyen 1,5 millió forintot. Statika értelemszerűen, ha arról van szó, hogy új nyílásokat nyitunk, meg födémkiváltásra, minden, az kell. Az nálam is van, és nem én csinálom a statikát, hanem statikus kollega csinálja meg a statikát, tehát az nálam is van. De az összes többi, az így átfogóan át van nézve. És tudom, hogy az a mondás, hogy aki mindenhez ért, az valójában semmihez nem ért, akkor hát basszus, én vagyok a kivétel. De én azért tudok kivétel lenni, mert világéletemben családi házakkal foglalkoztam, kiviteleztem is nagyon sokat, és nem voltam rest ott állni a gépész mellett, a villanyszerelő mellett, sőt, én voltam a villanyszerelőnek a csicskája, hogy átlássam, belelássak, hogy milyen fázisok vannak, hogy vannak. A mai napig tervezői művezetés keretében kijárok az építkezéseimre, beszélgetek a gépészekkel, hogy milyen új technológiák vannak, hogy lehetne ezt megoldani, meg minden. Kurva büszke vagyok arra, hogy családi ház szinten engem gyakorlatilag semmivel nem tudnak megfogni. Tehát se a gépész, egy ismeretlen gépész is kérdezhet bármit, se egy villanyszerelő, se okos otthon, mindenhez. Mert én szeretem ezt az egészet csinálni, átlátom, folyamatosan vannak ilyen tervezési munkáim, és folyamatosan kijárok tervezői művezetni. Pont azért, hogy átlássam, rálássam. Bizony még azokkal a kivitelezőkkel is beleállok vitatkozni, akiket én ajánlottam. Ha hülyeséget csinál, akkor bontani fog. Egyébként pont ezért fontos a legeslegelején, a nulladik lépésben összehozni a brancsot, akár ismeretlen kivitelezőket, tervezőt, megrendelőt, mindent, hogy ezek a rangsorok föl legyenek állítva. Mert ha látja a kivitelező, hogy itt azért kicsit komolyabban van fogva az egész történet, akkor úgy fog hozzáállni az elejétől fogva, tehát kicsit normálisabban. Pont valamelyik nap meséltem az egyik felújítási terv kapcsán, oda is felújítási tervet kell csinálnom, és meséltem a megrendelőnek, hogy hát egy kicsit kétélű a dolog, hogy én csinálom az egészet, ugyanis minden tervlapon értelemszerűen ott van a céglogó, meg az elérhetőség, meg minden, és ha kiküldi a kivitelezőknek beárazásra a én terveimet, meg a költségvetési kiírást, hát 10-ből 8 az nem fog árat adni. Azért, mert ismer, vagy mert utánam néz. És ha látja, hogy itt komoly tervezői művezetés folyik, akkor ő jobbnak látja, hát ezt a embert nem fogunk tudni bepalizni, lépek tovább, keresek valami könnyebb barmot. Ez egyszerre áldás is, meg átok is, mert valószínűleg komolyabb kivitelezők fognak csak árajatot adni, vagy esetleg nagyon szemtelenek, ami által viszont magasabb lesz az ár, mert egy komoly kivitelező meg tudja,
a saját munkájának az értékét, tehát azt a plusz hozzáadott értéket érvényesíteni. El kell dönteni, hogy most az ember kockáztat, 10 milliókat beleöl, és lehet jó esélye szar lesz, vagy beleöl 10 milliókat plusz mondjuk 20%-ot, és akkor viszont jó lesz, és nyugodtan alszik. Majd lesz egyébként nem sokára erős egy podcastem, hogy mennyi a felára körülbelül a normális munkának. És akkor most mindenki persze a szívéhez kap, hogy hát itt beszélek milliós tervezési költségekről, ami ráadásul sajtetli, akkor vajon mennyi lehet az, amit én csinálok itt tervezést? Hát elárulom, hogy egyáltalán nem milliókról beszélünk. Én egy családi ház szinten általában 5000 forintos négyzetméter ára kalkulálok, plusz a statikusnak a dolgai. Ezt nem kell kőbevésett árajánlatnak venni, ez egy általános ilyen dolog. De ebben van nyílászáró konszignációtól elkezdve csomópontok, minden egyéb, ami kell egy normális kivitelezés, költségvetési kiírás. Ami még fontos, hogy az, ami oda le van rajzolva, az kiviteli terv, tehát annak van felelőse. Természetesen én. Nem vagyok tévedhetetlen, ezt mindig elmondom, de azért nagyon remélem, hogy nem csinálok olyan nagy balfasságokat, ami miatt nagy kár lenne. Hibákat követek el. Az egyik házamnál elrontottam a nyílászároknak a nyitásirány, az egyiknek a nyitásirány konszignációját. Hát történetesen egy emelőt olóajtóról volt szó, rossz nyitási irányjal, ráadásul úgy rossz nyitási irányjal, hogy hát ezzel megöltem az étkezőt. Tehát, hogyha megmaradt volna ez a rossz nyitási irányú ajtó, akkor bizony az étkező vált volna használhatatlanná. Újra kellett gyártatni a nyílászárót. Nézzetek utána, mennyibe kerül egy 240x240-es emelőtoló ajtó, fából, három réteg üvegezéssel, melegperemmel. Elárulom, 2 millió forint fölött van. Hát mivel, hogy én basztam el, mert én írtam el a konszignációs kiírásba, vállaltam az anyagi felelősségét. De ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag full ingyen, sőt, bőven ingyen terveztem az egész házat. De ez sajnos ezzel jár. Tehát ha én vagyok a figyelmetlen, így még 26 év tapasztalat után is, akkor rá kell, hogy keféljek, mert számomra ez jelenti a felelős tervezést. Van negatív oldala, vagy negatívuma ennek a felújítási tervezésnek, és nem csodálom, hogy a kollégák rendkívül utálják, ugyanis vannak olyan megrendelők, akik írd és mond, több mint 50-szer módosítgatják a tervet, az nem fér bele ebbe a költségbe. Pláne akkor azt szeretem a legjobban, amikor ki van mondva az ámen, statikusnak ki vannak adva az ő munkarészei, mi csomópontozunk, nyilázára konszignációzunk, meg egyebek, és megálmodja a tulajdonos, hogy ja, hát inkább máshogy legyen. De olyan mértékű máshogy, gyakorlatilag felborítja majdnem az egész tervet, mert lehet előről 3D-be fölépíteni, előről meccetezni, meg minden. Ezt azért nem szoktam megköszönni én sem, és természetesen ezt honorálni kell, de ezek hozzátartoznak. Másik dolog, ami nagyon-nagyon szerves része a felújítási tervnek, az a tervezői művezetés. Ez szintén tud lenni egy komolyabb költség, pláne ha kiszállát egy kilométerben messzebb van, pláne ha balfasz a kivitelező, és miatta kell sokszor kimenni, hát akkor ez azért szintén tud egy pár százezer forintra rúgni, mire véget ér az egész. De el kéne dönteni, hogy mondjuk beszéljünk egy 120 négyzetméteres házról, azt mondom, hogy mondjuk akkor ott van egy 600 ezer forintos, 6-700 ezer forintos felújítási terv, legyen mondjuk tőlem 20 kilométer, akkor mondjuk a tervezői művezetés 40 ezer forint alkalmanként, ki kell menni mondjuk 10-12-szer. Tehát beszélünk egy ilyen 1 millió 200 ezer forintos felújítási terv plusz tervezői művezetésről. Ennyit pluszba rá kell rakni az egészre, de akkor nyugodtan alhatsz, mert ellenőrizve van az egész, felelőse van az egész történetnek, és előreláthatóak a költségeknek a nagyon nagy része, mert be van árazva. Most aztán az, hogy 5000 forintos burkolattal számolunk, és a feleséged vagy éppen te megálmodsz egy 30 ezer forintos trópusi fa parkettát, az természetesen akkor jelentősen megnyomja a költségeket, vagy egy 700 ezer forintos üvegkabin, de ezek már egyéni preferenciák. Tehát ez nem a szerkezeti, meg nem a dolgok, az összes többi az elég jól előrelátható költséget jelent a nulladik perctől. Ez a legfontosabb igazából, hogy
egyáltalán nem mindegy, hogy becsülünk egy 30 milliós felújítási költséget, ami végére 50 millió lesz, vagy lehet azt tudni, hogy becsültünk 30 milliót, a felújítási terv alapján tudjuk, hogy ez 35 lesz, és akkor még 5 milliót kell előkaparni, nem pedig kontrollálatlanul elszaladt még plusz 20 millió. Még egyszer hangsúlyozom, hogy azok az árak, amiket mondtam, nem általános érvényűek, és főleg az építész kollégák fognak elhajtani a alá faszára, hogy ilyen áron dolgozok. Nekem ez megéri, én szeretem csinálni, nem vállalok el minden munkát, bocsánat, hogy ezt még hozzá kell tennem. Vannak határidők, amiket nem tudok bevállalni, másrésztről, és újfent bocsánatot kérek, vannak olyan megrendelők, akikkel nem lehet együtt dolgozni. Akinek inge vegye magára, ez egy hatodik érzék, tehát az, hogy én kiadok találkozás nélkül meg ismeretlenül egy tervezési árajánlatot, az nem jelenti azt, hogy köteles vagyok a találkozás után abba azt el is fogadni és bele is menni. Sajnos előfordul az a praxisomban, hogy megszólal az a bizonyos hatodik érzék, és nem szimpatikus valami miatt a megrendelő, nem fogom. Tehát rájöttem az évek során, hogy ha megszólal ez a rohadt hatodik érzék, hallgatni kell rá, és bármilyen csábító a projekt, vagy bármilyen pénzt is ajánl, nem szabad elvállalni. Rá fogok kefélni a végére. Vagy ki fog akasztani hozzáállásával, vagy nem fog fizetni a végén, vagy mind a kettő együtt. Tehát a vége az mindig szívás. Úgyhogy természetesen fenntartom magamnak a jogot, hogy én válasszam meg az ügyfeleimet. Hála a jó égnek, hogy ezek a felújítási tervek nagy része azokból a projektekből jön be, ahol a házat megvetettem. Tehát kimentem, megnéztem, házszemle megvolt, felújítandó ház, bevállaltam a tervezését ennek az egész dolognak. Tehát volt előzménye, meg volt egy kapcsolat már korábban, és ismerjük egymást, tudjuk, hogy mit várunk el egymástól. Ez a legjobb egyébként. Tehát, hogy ismeretlenül jön egy felkérés, hogy van egy felújítandó épületem, és erre kell felújítási tervet csinálni, egyáltalán nem garantált, hogy el tudom, vagy el akarom egyáltalán vállalni. Az a lényeg ebből az egész monológból, hogy nem szabad felújítási terv nélkül egy komplex felújításba belevágni. Tehát a felújítás, ha arról szól, hogy burkolunk, festünk, meg külső hőszigetelünk, akkor értelemszerűen én is el szoktam mondani, hogy akkor hullafölösleges az egész, akkor maximum egy költségvetési kiírást érdemes csinálni, és ennyi. De amikor van ajzatfelújítás, nyilánzáró cserék, tetőtérben rétegrendek és egyebek, fűtési rendszer teljes újratervezése vagy újraépítése, meg ilyesmik, akkor azért igencsak indokolt a felújítási tervre rászánni a pénzt és az időt. Jó, tehát a nulladik lépés legyen, az legyen okosan, ügyesen megcsinálva, és onnantól kezdve sokkal, de sokkal nyugodtabban tudtok mindent csinálni. Felújítási terv kapcsán vannak normális kivitelezők, meg vannak a hülye kivitelezők. Mondom, egy felújítási terv, meg egy tételes költségvetési kiírás, a hülye kivitelezők nagy részét már eleve elriasztja. Ott látja, hogy azért itt komolyabb a helyzet, mint hogy kérek 2 millió előleget címszóval át lehessen baszni az embereket. Legyetek résen, és legyetek észnél. Sziasztok!